kitiltották a parlament nemzetbiztonsági bizottságának üléseiről a Mi Hazánk mozgalmat, a baloldali pártok külföldi kampányfinanszírozásának ügyét pedig 2051-ig titkosították. A Fidesz korábbi ígérete ellenére csak részinformációkat hoznak nyilvánosságra, illetve rendszeressé vált a kormánypárti médiának való kiszivárogtatása a számukra kedvező infóknak. A jelenleg is zárt ajtók mögött tanácskozó nemzetbiztonsági üléséről kitiltott a kormánypárti többség a mai szavazásával is. Noha a Mi Hazánk képviselőjeként sikeresen átmentem a nemzetbiztonsági átvilágításon. A titkosított tanácskozáson így csak az MSZP és a Jobbik bizottsági tagja vehet részt a kormánypártokén kívül. A Mi Hazánk mozgalom az országgyűlési ciklus elején elsődlegesen a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztját kérte, majd miután azt a kormánypártok nem adták, legalább bizottsági helyre tartott igényt abban a Nemzeti Radikális Párt, de azt sem kapott. Ezért az országgyűlési törvény 40. paragrafusa alapján a bizottsági tagsággal nem rendelkező frakcióknak járó tanácskozási jogú részvételt kérte, tehát betekintési jogot tulajdonképpen a Mi Hazánk a Nemzetbiztonsági Ellenőrzésen honvédelmi bizottsági tagként átment képviselőként részemre. Azonban a kormánypárti képviselők indokolás nélkül leszavazták az zárt ülésen való részvételi szándékaimat, így egy parlamentbe önálló listán bejutott pártot rekesztettek ki a bizottsági információkhoz jutók köréből. Még szakértőnk jelenlétét sem engedélyezték, pedig az országgyűlési törvény szerint képviselőcsoportonként egy szakértő az országgyűlési bizottság ülésén adott napirendi pont tárgyalásánál jelen lehet. Elvileg. Ezek után különös gátlástalanság volt az zárt ülés egyes adatait kiszivárogtatni a Magyar Nemzetnek, mely múltkor még az ülés napján megírta az ülést követően néhány órával, hogy titkos szolgálati vizsgálatot rendelt el a bizottság a baloldali pártok külföldi kampány támogatásának ügyében. A Mi Hazánk szerint teljes nyilvánosság előtt kellene vizsgálni a Márki-Zay Péter által beismert kampányfinanszírozási törvénysértést, illetve a politikusok kettős állampolgárságát is, miután például Márki-Zay Péterről is csak a miniszterelnök jelölté való megválasztását követően derült ki, hogy egy másik ország Kanada állampolgárságával is rendelkezik, így csak Kanada alkotmányára esküdött föl, hiszen a magyar állampolgárságába beleszületett. Ennek ellenére a Mi Hazánk ez irányú, a képviselők esetleges más állampolgárságáról nyilvánosságra hozni hivatott törvénymódosító javaslatát is leszavazták. Ilyen értelemben ez is sajnos titkosítva marad. Ami a kampányfinanszírozást illeti, a másik oldalról viszont vizsgálni kellene, hát egyrészt a Facebook szerepét, hiszen a külföldi érdekcsoportok beavatkozása a magyar választásokban nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. De fel kellene tárni a kormány oldalon a CÖF, CÖKA, illetve a Köves Minket 2022 Kft. És más fedőszerveik milliárdos kampányköltéseit és forrásaikat is. Ezzel szemben láthatjuk azt a titkosítást és azt a kitiltását egy önálló jogon parlamentbe jutott pártnak, amit abszurd módon például az a Halász János szavaz meg, aki SZDSZ-es képviselő volt, és most ő próbálja kivizsgálni a baloldali pártok kampányfinanszírozását, mindez 2051-ig titkosítva. Sőt, nem csak hogy SZDSZ-es képviselő volt, még az SZDSZ párfordulását, az 1994-es MSZP-vel való koalíciós összeborulását követően is SZDSZ-es színekben szerzett mandátumot. Ezért azt gondolom, hogy a régi elit ilyenfajta túlkapásai, az egészen elképesztőek, és mindenképpen nyilvánosságért kiállt. Ezért a Mi Hazánk mozgalom mindent megtesz azért, hogy a 2051-ig titkosított kampányfinanszírozási ügyet azt hozzuk nyilvánosságra.